Köszöntöm a Miskolci Napló nézőit! Miskolcon tanácskozott a Megyei Jogú Városok Szövetségének jegyzői kollégiuma. A két nap alatt nagyvárosok jegyzői, címzetes főjegyzői, szaktárcák államtitkárai és szakmai intézmények tárgyaltak többek között az önkormányzatok működését érintő témákról is. Krisz Ákos szerint gyakorlatilag megkerülhetetlenné vált a jogalkotás szempontjából a Megyei Jogú Városok Szövetsége és az önkormányzatok együttműködése. A Megyei Jogú Városok Szövetségének jegyzői kollégiuma fél évente ülésezik. Ezúttal Miskolc volt a helyszín. A kétnapos tanácskozáson részt vett a Nemzeti Választási Iroda elnöke is, és értékelték az országgyűlési képviselő választások lebonyolítását. A tapasztalatokat a második napon Alakszai Zoltán foglalta össze. A Megyei Jogú Városok Szövetsége a leghatékonyabban működő érdekképviselet ma Magyarországon az önkormányzati rendszerben, mondta az elnök, aki hozzátette, hogy ennek a hatékony működésnek a szakmai megalapozását nyújtja a jegyzői kollégium. A Megyei Jogú Városok Szövetsége csaknem 2 millió ember adminisztrációs ügyeit intézi, és nem csak tesztelik a jogszabályokat, hanem javasolhat is a törvényhozás felé, mondta Krisz Ákos a tanácskozást értékelő sajtótájékoztatón.
A szövetség befelé szolgáltat, kifelé véleményez, és ezeket a tapasztalatokat megosztják egymás között. Ilyen többek között az elektronikus ügyintézés bevezetése is, tette hozzá a polgármester. A két nap alatt nagyvárosok jegyzői, címzetes főjegyzői, szaktárcák államtitkárai tárgyaltak Miskolcon az önkormányzatok működését érintő témákról. Szívet formázó jelzések vezetnek a Csanyi völgyben az egészséghez. A gyógyulásra vagy az egészségük megőrzésére vágyók bármikor felkereshetik a terápiás túraösvényt. Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedések felelősek a korai halálozások több mint feléért. A megelőzés, illetve az utógondozás fontosságát felismerve indították el az Út az egészséghez programot. A Miskolci Szívegyesület tagjai és az érdeklődők ezúttal a rövidebb, másfél kilométeres útvonalat választották. Amikor olyan az idő, meg az erőnlét, akkor a hosszút csináljuk, sőt, hosszabb utakra is elmegyünk. Nagyon gyönyörű helyek vannak itt Borsodban, érdemes eljönni, nagyon szép ez a vidék. A Budapesti Szent Ferenc Kórház Európában egyedülálló kezdeményezéséhez szakmai támogató partnerként a Sanofi 3 évvel ezelőtt csatlakozott, május 22-én pedig fel is avatták az ország harmadik terápiás túraösvényét. A Sanofi itt Magyarországon mintegy 2000 munkatársával a magyar emberek életminőségének a javításáért dolgozik, amit egyrészt természetesen meg tudunk tenni azáltal, hogy gyógyszereket gyártunk és olyan megoldásokat kínálunk, ami a beteg embereknek segít, hogy az egészséghez közelebb kerüljenek. A másik lehetőség és a másik út pedig az, hogy egy ekkora gyógyszergyárként vállaljuk fel azt a szerepünket, ami a társadalmi szerepünket, szerepvállalásunkat megmutatja, hiszen az embert mi holisztikusan nézzük, és egyben is ugyanúgy fontosnak tartjuk a megelőzést is, mint a betegség kezelését. És amikor 3 évvel ezelőtt a Szent Ferenc Kórház főigazgatója megkeresett minket a gondolatával és az ötlettel, amihez szakmai partnert és pénzügyi támogatót is keresett, akkor mi azt mondtuk, hogy ez a program ez minden szempontból egyezik a vállalati értékeinkkel, a filozófiánkkal, és nagyon szívesen csatlakozunk hozzá. A miskolci tanösvényt a Sanofi és az Északerdő ZRT 2,2 millió forinttal támogatta. Az erdészet munkatársai ezen kívül részt vettek a tervezésben és a megvalósításban is. A magyar állami erdészetek 2010 óta, hogy úgy mondjam, idézőjelben, ám de nagyon komolyan gondolva, állami politika rangjára emelték azt a közjóléti tevékenységet, amely az általuk egyébként elért gazdasági eredményeket forrásként felhasználva mindannyiunk javára szolgálnak, amikor ilyen közjóléti beruházásokat hoznak létre. Ezen közjóléti beruházásokban ott vannak a kilátók, ott vannak az erdei vasutak, ott vannak a tanösvények, és ott vannak az ilyenfajta speciális lehetőségbiztosítások, mint amilyet ma itt közösen majd átadhatunk, illetve adott esetben igénybe is vehetünk. Az állami erdészetek között az egyik legnagyobb az Északerdő ZRT. Az Északerdő ZRT mintegy 106 ezer, megjegyzem, az állami erdészetek körülbelül 10 millió hektár állami erdőt kezelnek Magyarországon. Ebből az Északerdő ZRT mintegy 105-106 ezer hektáron gazdálkodik. Ennek a gazdálkodásnak az eredményét forgatják vissza a közjóléti szolgáltatásba olyan módon, hogy csak az Északerdő ZRT mintegy 250 közjóléti beruházást hozott létre, illetve tart fenn, üzemeltet mind a mai napig. Ezek között egy kiemelkedő állomás az, amit ebben a körben sikerült megvalósítanunk, és úgy gondolom, hogy ezzel az állami erdészetek, az Északerdő ZRT valóban, hogy úgy mondjam, leteszi a garast, és eleget tesz azon társadalompolitikai kötelezettségének, hogy szolgálja a nemzet épülését, a nemzet csinosodását és egészséges életét. Konkrétan erről a tanösvényről annyit, hogy itt valóban két kör van, és talán itt a doktor urak, doktor hölgyek
nem fogják rossz néven venni, ha azt mondom, hogy valahogy az alapötlet ennek az volt, hogy két körön működik az ember vérkeringése is. Itt a kisebbik kör azok számára ad lehetőséget, akik talán kicsit már lassabban, kicsit már az életkorban előre haladottabban próbálnak egyfajta ilyen megelőző mozgásban részt venni. A nagyobb kör pedig, ahogy itt igazgató úr is elmondta, azoknak a fiatal embereknek szolgál, akik valóban egy egészség megőrzés céljából egy olyan testmozgást kívánnak végrehajtani, amire ez a pálya nagyszerű alkalmat kíván. Az Északerdő ZRT, mint az állami erdőgazdaságok egyike, tehát támogatja ezt a tevékenységet, igyekszik ilyen jellegű beruházásokat végezni, ezért volt számunkra teljesen egyértelmű az, hogy amikor a Sanofi részéről a megfelelő felajánlás megérkezett, hogy ennek a kivitelezését, ennek a helyszínbiztosítását valósítsa meg az Északerdő ZRT, mi ezt az anyagi támogatást megdupláztuk, és ezzel segítettük azt, hogy létrejöhessen ez a beruházás, létrejöhessen ez az objektum. Ahogy itt látják mögöttem, az Északerdő ZRT-nek a jelmondata az, hogy az erdő unokáink öröksége. Bízunk benne, hogy ezzel a beruházással is segítettük azt, hogy a ma élők és az utánunk jövő nemzedékek egészségben, békességben és boldogságban élhessék le az életüket. Az Út az egészséghez program megálmodója a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója volt. Amellett, hogy kórházigazgató vagyok, én gyakorló kardiológus vagyok, invazív kardiológus, ott az a fajta, aki szurkálja előbb a betegeket, mielőtt köszön nekik, és mindig azt hittük, hogy ezzel mentünk a legtöbbet az életeken, és aztán rájöttünk, és megnéztük a magyarországi statisztikákat, hogy ezek a betegek, amellett, hogy minden rendelkezésre áll Magyarországon az egészségügyi eszköztárba, gyógyszerbe, eszközbe, ezek a betegek mégis jóval hamarabb meghalnak, mint Nyugat-Európában máshol. És ez elkezdett sok-sok embert zavarni, nyilván mindannyiunkat, és elkezdtük nézni, hogy mit tudunk tenni. Látjuk azt, hogy Magyarországon a kardiovaszkuláris halálozás az élen jár Európában. Látjuk azt, hogy a kóros elhízásból a negyedikek vagyunk a világon. Látjuk azt, hogy a diabétesznek a száma folyamatosan nő. Azt is látjuk, hogy megfelelő gyógyszereink megvannak, azt is látjuk, hogy az infarktus ellátás finanszírozva van. Mégis hol lehet a hiba? Ekkor kezdtük el megnézni a betegeinket, és azt láttuk, hogy amikor az orvos azt mondja, hogy mozogjál, amikor az orvos azt mondja, hogy táplálkozzál egészségesen, akkor a beteg bólint, mi azt hittük, hogy megtettünk mindent, a beteg meg meghallgatott minket. De ennél több nem történik. Tudnék, sajnos a Magyarország egészségkultúrából hiányzik néhány lépcső, és ezt a néhány lépcsőt nekünk segítenünk kell. Amikor megkérdeztük, hogy hogyan mozog miután, azt kértük tőlük, hogy mozogjanak, kiderült, hogy hát dolgozom én eleget. Valójában ez a fajta tudás hiányzott, és azt néztük meg, hol lehet intervenciós lehetőség, hogy ez elindulhasson. És így indult el ez a program, hogy bizony a betegek egy részének meg kell mutatnunk, hogy hogy mozogjon, meg kell mutatnunk, hogy mire figyeljen a mozgás közben, és azt is meg kell mutatnunk, vagy melléjük kell adnunk egy kísérőt, hogy együtt tudjanak elindulni. Ebből állt a program, ebből indult el a Szent Ferenc Kórház mellett az első program. A Szent Ferenc Kórház Budapesten, mert itt hál' Isten van még egy. A Szent Ferenc Kórház az a kardiovaszkuláris rehabilitáció közép-magyarországi központja, és egyházi kórház. Úgyhogy egy picit speciális figyelemmel is próbáltunk ott lenni a betegek mellett. És amikor ezt megnéztük, hogy ez egy beavatkozási lehetőség lehet, akkor elkezdtünk partnereket keresni ebben. És partnereket találtunk az egyik legnagyobb magyarországi gyógyszergyárban, és partnereket találtunk az erdőgazdaságban, ami ott van a kórházunk mellett. És így indult el az első program. Azóta Budapesten már két program helyszínen elindult. Elindul most ebbe a hónapban egy harmadik is. Könnyű. Azért könnyű, mert a betegek elkezdték szeretni, több ezer ember végigment rajta, és ellenőrizni tudtuk azt, amit először a kórház betegeinek, aztán utána mindenkinek adtunk, hiszen az egészségügy ma Magyarországon, és most, az nem igazi egészségügy, hanem betegségügy. Tehát azok kerülnek kórházba, akik betegek, de a megelőzéssel még nem tudunk annyit tenni, amennyit kellene, és az orvos is jobban szereti azt, hogy ne alakuljon ki a betegség, hanem megelőzve legyen a betegség, mint az, hogy gyógyítsa. Kevesebbet tudunk tenni a gyógyításnál. A beteg akkor nagyon meg akar gyógyulni, amikor gyógyítjuk. Előtte kell valamit tennünk.
Mint mondtam, Budapesten a program egyszerű volt, hiszen a saját gyógytornászaink, a saját munkatársaink adták a kíséretet, adták a lehetőséget, és utána adtuk át a közösségnek, a közegnek. És tulajdonképpen most egy teljesen új dolog történik itt. Az történik, hogy egy jó program működhessen, ahhoz kell egy gazdát teremtenünk, és gazdát keresnünk. És azt hiszem, hogy most itt egy nagyon jó konstelláció állt össze. Az egyik az, hogy találtunk egy jó gazdát a Miskolci Kórház és a Miskolci Kórház dolgozói személyében. Találtunk egy jó gazdát az erdőgazdaság részéről, aki nem csak azt mondta, hogy eltűröm, hogy az emberek igénybe vegyék az erdőgazdaság útvonalát és területét, hanem tevőlegesen és forrással is beszállt abba, hogy igen, gyógyítson az állami erdő. Találtunk egy jó támogatót szakmailag és anyagilag is a Sanofi személyében, abba, hogy segítsen létrehozni egy ilyen programot. Tulajdonképpen nekünk, mint Budapesti Szent Ferenc Kórház a legegyszerűbb a dolgunk, mert mi csak azt a fajta tudást, amit már kipróbáltunk, adtuk át, és találtunk egy olyan jó helyszínt, ahol mindenki mellette áll. Mellette áll az önkormányzat, mellette áll a kórház, mellette állnak azok a szervezetek, amelyek az egészséggel foglalkoznak, egy gazdasági szereplő és a terület gazdája. Én azt hiszem, hogy ha valami jól tud működni, az mindig az összefogás. A tanösvény használata kötelessége a megyei központi kórháznak, ezt már a Borsod-Eboly-Zemplén megyei központi kórház megbízott igazgatója mondta. Mi a kórházban, ahol jellemzően aktív ellátást nyújtunk, vagy én magam is gyakorló orvosként tisztában vagyok azzal, hogy mennyire fontos a prevenció, mennyivel olcsóbb megelőzni egy betegséget, mint meggyógyítani egy akut problémát, és természetesen azzal is, hogy egy akut betegség lezajlása után a rehabilitáció az a folyamat, amely vissza tudja helyezni a betegembert az egészségesek társadalmába, vagy legalábbis képes olyan életminőséget nyújtani, ami már emberinek nevezhető életet jelent. Ebből a két aspektusból, a prevenció és a rehabilitáció szempontjából kell néznem a kórház szerepét, és mindjárt azt tudom mondani, hogy a prevenció kapcsán rendelkezünk egy egészségfejlesztő irodával, amely ellátja Miskolc város lakosságát. Ennek az egészségfejlesztő irodának óriási lehetőség használni ezt a túraösvényt. Óriási lehetőség, hiszen olyan programmal tudja csábítani a pacienseket, a lakosokat, amelyek, hogyha kipróbálták, akkor életre szóló élményt jelenthetnek számukra, és a későbbiekben is jönni fognak. A rehabilitáció oldaláról pedig több mint 600 rehabilitációs ágyal rendelkezik ez a nagy egészségügyi intézmény. Rendszeresen hozunk ki a természetbe gyógyulni betegeket. Gondoljunk csak a légzőszervi megbetegedésben szenvedők István barlangos klímaterápiájára. Tehát rendelkezünk már egy bejáratott gyakorlattal, amivel az ezt igénylő betegeket ki tudjuk hozni a természetbe, és fel tudjuk használni a természet gyógyító erejét. Azt hiszem, hogy nem lesz nagy nehézség számunkra kibővíteni ezt a programot azzal, hogy ez az autóbusz az nem csak a barlangba, hanem erre a túraösvényre is elhozza a betegeinket, és biztos vagyok benne, hogy a gyógytornászaink, a kísérőink is élvezni fogják ezt a szabadtéri programot, és én nem gondolnám, hogy ez csak tavasztól őszig lesz alkalmas arra, hogy használjuk, hiszen a tél, a hideg sem lehet akadály annak, hogy itt betegek legyenek. Az Európai Unióban csak nem 2 millió ember halálát okozzák a kardiovaszkuláris betegségek. Az egészségügyi mutatók Miskolcon sem jók, mondta a város polgármestere. Miskolc városának csodálatos a természeti környezete. Olyan lehetőséget ad az egészség megőrzésre, az egészség visszanyerésére, amelyből arra következtethetnénk, hogy itt kiválóak az egészségügyi mutatók. Tehát, hogy a város egy egészséges város, a megye egy egészséges megye, vagy legalábbis egészségesebb, mint az ország másik része, vagy többi része. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a mutatókat, egyáltalán nem azt tapasztaljuk. Éppen ezért azt gondolom, hogy minden egyes az egészségügyben, illetve az egészségügy környezetében szereplő tényezőnek nagyon fontos feladata van, nem csak a jelenben, hanem a jövőben is, hogy ezt a közösséget, amelyik Borsod-Eboly-Zemplén megye közössége, egy egészségesebb út irányába indítsa meg. Az önkormányzatnak kiemelt felelőssége van ilyen szempontból, éppen ezért gondoltuk úgy, hogy a
gyermekek, a kisgyermekek irányából kezdjük, és létrehoztuk az Egészségfejlesztési Intézetet, amelyben tulajdonképpen a kisgyerekekkel kapcsolatban lévő egészségügyi szereplőket, illetve a szociális téren munkát folytatókat kapcsoltuk egy rendszerbe, és minden kisiskolást, mert egyelőre még a kisiskolásoknál tartunk, egy komplex szűrővizsgálatnak vetjük alá, nézzük meg, hogy hogy áll az egészségügyi helyzetük, hogy áll az egészségügyi állapotuk, van-e őket veszélyeztető egészségügyi tényező, hogy már ki tudjuk szűrni gyermekkorban azokat a problémákat, amellyel lehetőség szerint ne szembesüljenek felnőtt korban. És természetesen ezt a folyamatot ki kell egészteni az aktívkor, illetve az időskornak a vizsgálataival, szűréseivel, gondozásaival, kezeléseivel. És nagyon örülök, hogy nem csak az önkormányzati szinten, nem csak az egészségügyi szereplők, hanem a gazdasági élet szereplői is a társadalmi felelősségvállalás tekintetében segítik a közösséget, és most egy olyan gazdasági szereplő lépett be, vagy nem lépett be, már rég benne van a rendszerbe, amelyik tulajdonképpen minta lehet a város előtt is, hiszen komoly gazdasági háttérrel rendelkeznek, jövőbemutató technológiákat használnak a gyártás folyamán, valamint komoly társadalmi felelősségvállalással bírnak, mint ahogy ezt az előző években is láthattuk, és egy olyan összefogásnak a koordinátorai voltak, amelyik most a rehabilitáció, illetve az egészség megőrzésében fontos szerepet betöltő tevékenységnek a támogatását érték el. Hát felhasználva a város csodálatos természeti lehetőségeit, az erdejét, egy olyan tanösvény támogatását indították el, amelyik azt hiszem egy nagyon fontos útja annak, hogy a miskolciak egészségesebben tudjanak élni, és az egészség megőrzésük, illetve visszavezetésük az egészségügybe, vagy az egészséges életbe az megvalósuljon. Úgyhogy nagyon köszönöm minden szereplőnek, aki részt vett ebbe a munkába, a Szent Ferenc Kórháznak, a Szívegyesületnek, hogy a civileket is szólítsuk meg, azoknak az orvosoknak, akik részt vesznek, és személyzetnek, aki részt vesz ebbe a koordinálásba, és különösen a Sanofinak, amelyik ennek a finanszírozását vállalta, és folytatja tovább. Remélem, hogy az a jó kapcsolat, amelyik minden szereplő között megvan, a továbbiakban is fog folytatódni, és ez a város és a megye egészségügyét, egészséges életét tovább fogja szolgálni. A miskolci tanösvény a vidéki városok közül az első. Az itt végig sétálók közérthető formában kapnak alapos útmutatást, segítséget és konkrét tippeket a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez, a magas vérnyomás, a cukorbetegség megelőzéséhez. Ha a program itt sikeres lesz, akkor nagy esély van rá, hogy az egész országban elterjed. A Miskolci Naplót látták, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!